Buborékokban gazdag szép napot mindenkinek, elérkezett a mindent eldöntő döntő, a sörkóstoló világos söreit illetően. Jó magam, Szebeko Junior vagyok, és köszöntöm mai vendégünket. Itt van velünk Laci. Hello. Itt van velünk Gábor. Sziasztok. És itt van velünk Tamás is. Sziasztok. Illetve ne feledkezzünk meg állandó házigazdánkról, Olivierről. Hello mindenki. És van egy speciális segítőnk a mai alkalomra, ő pedig Anna. Sziasztok. Nos, úgy fog speciális benne. Segítő azért, azt hozzáteszem, hogy ez nem fogyatékos vagy ilyesmi, tehát nem, én sem úgy gondoltam, igen. Úgy értettem a dolgot, hogy mivel ugye... Egy új segítő. Igen, tehát úgy értettem a dolgot, hogy mivel eddigi segítőink közül Timi kóstolni is fog, ezért ő nem tudhatja, hogy melyik pohárban melyik sör lakozik majd. Beti meg majd később érkezik. Beti pedig majd később érkezik, ez egyfajta logisztikai feladat volt, úgyhogy úgy néz ki majd a felállás, hogy 3 darab 4 fős csoport fog kóstolni, első körben az itt látható személyek, illetve akik tőlem jobbra ülnek, Annát kivéve. Tehát annyit azért elmondanék, hogy 12-en fogunk összesen ma kóstolni, tehát 12 ember véleménye fogja eldönteni, hogy melyik Magyarországon jelenleg a legjobb világos sör az általunk véleményezésen, tehát a mi véleményezésünk alapján. Mindenki itt van azok közül, akik a korábbi fordulókban kóstoltak vendégkóstolóként. Egyedül egy ember hiányzik, Zsozsi, ő sajnos semmilyen módon nem tudta megoldani a mai napot. Úgyhogy reméljük, hogy majd a következő kóstolóra majd el tud jönni, de rajta kívül mindenki más itt van, akivel korábban találkozhattatok és kóstolt velünk. 15 darab kóstolót csináltunk már eddig, ugye ez lesz a 16. Tehát 15 darab sörkóstoló van már így mögöttünk, mire eldőlt, hogy melyik lesz az a 10 világos sör, akiket majd lekóstolhatunk. Összesen 35 darab világos sör versengett egymással. Ugye a 35. az aranyszarvas volt, aki ugye a pisisörös fordulóból jött föl, őket ugye nem számoltuk bele, tehát rajtuk kívül 35 sör versenyzett. Ebből az általunk megszavazott legjobb 10 az, akivel találkozhatunk. Beszélgessünk a nagy hiányzókról, hogy ki az, akit ide vártunk, és most nincs itt. Hát egy picit igen, hiszen igen. Már túl vagyunk egy B-döntőn, ahol azokat a söröket versenyeztettük meg, amelyek szintén nagyon jók voltak, hát nagy részt, mint tudjuk, de ebbe a 10-es mezőnyben mégsem fértek el. Melyek is voltak ők? Hát ha a végeredményt nézzük, akkor a Stella Artois, de csak is az üveges, tehát ott azért azt el kellett mondani, hogy üveges söröket kóstoltunk a B-döntőben, ennek az volt az oka, hogy gyakorlatilag már nem volt tétje, tehát onnan már nem lehetett se föl, se le jutni. Próbáltunk választ találni arra, hogy tényleg van egyébként különbség dobozos és üveges sör között, és hát ilyen téren nem lettünk okosabbak, mert egyébként Stellából például nagyon érezhető volt, hogy jobb az üveges Becksből is érezhető volt, viszont Heinekenből például egyáltalán nem, Steffelből sem, nem tudom mi volt még a mi üveges. Tehát gyakorlatilag voltak olyan üveges sörök, amik ugyanolyanok voltak. Tök mindegy, hogy dobozban van-e vagy nem. És azért azt is el kell mondanom, hogy azért dobozosból kóstoltuk ugye az egész korábbi adásoknál is a söröket, mert üveges sörökből, ebből a 35 sörből, amiből ugye most itt versenyeztettük a világos söröket, tippeljetek hány darabot lehet üveges kivitelben is kapni ma Magyarországon? 10. 10? 8. 8? Én is 10-et mondok. 5-öt. Na, egyébként nem, ennél egy kicsivel több, 20-at lehet kapni. De még ez is kicsivel több, mint az 50%. És ez a 20, ez úgy 20, hogy nagyon sokat csak a legnagyobb áruházláncokba lehet egyébként hozzájutni. Az üveges Stellához például összesen egy darab áruházlánc van, ahol meg lehet venni üvegesben, és az összes többi helyen csak dobozos van, és nagyon sok ilyen sört tudnék még mondani, tehát ha azt mondjuk az átlagot nézzük, akkor tényleg ilyen 10 és 20 között van. És hát ugye nagy hiányzókos, ugye mondtuk a Stellát, de én megmondom őszintén, hogy azért nem hiányolom innen, mert hogyha itt is dobozosba kóstoltuk volna, az a kanyarban sem lenne ezekkel a sörökkel, és ez már több ízben is megmutatkozott. A Beckset sajnálom, nálam befért a legjobb 4-be a pócselejtezőn is, de igazából nem volt annyival jobb, mint ezek, úgyhogy szerintem még ő is azt mondom, hogy belefér, hogy nincs itt. Hát eleve ugye több tényező befolyásolja azt, hogy hogyan jutnak be a döntőbe a söröket, vagy hogyan jutottak be. Eleve az, hogy többen vagyunk árnyalatnyival eltérő ízlésekkel másfelől, hát volt olyan, ugye most már tudjuk, amit üvegesben tudtunk beszerezni, és abban jobb volt. Úgyhogy rengeteg minden befolyásolta, a végeredmény pedig ugye itt látható most előttünk. Azért gyorsan soroljuk el szerintem, hogy ki mindenki van itt ma velünk. Akkor mondom, várjál azért sorrendben, ahogyan bejutottak. 10. helyről várja a sörkóstolót, az Lati Bazsánt, aki az elődöntők során 20 pontot gyűjtött. 9. helyről várja a döntőt a Kozel, aki 18 pontot gyűjtött.
És ugyanígy volt versenyben, de mondjuk 8. helyezettről várja a Gössze, szintén 18 ponttal. 7. helyről indul a Pécsi Szalon, aki 15 pontot gyűjtött. 6. helyezettről várja a Dréher a döntőt. Ő szintén 15 pontot gyűjtött, mint ahogyan a Pécsi Szalon is, tehát itt is volt verseny van. 5. helyről vág neki a Pilsner Urquell, aki kereken 10 pontot gyűjtött. 4. helyen van a Csíki Sör, ő 9 pontot gyűjtött, tehát 1 ponttal többet, mint a Pilsner. És a Csíkinél pedig 1 ponttal gyűjtött többet az Aranyszarvas, aki így a dobogó legalsó fokáról a 3. helyről vág neki a versenynek. És hát ugye az első két helyen, holt versenyben 6-6 ponttal a két pécsi. A Premium Lager és a Pécsi Premium Pils. Ők indulnak a pole pozícióból, megosztottam holt versenyben első helyen. Annyit elmondanék még így, hát ilyen fun fact gyanán, hogy ebben a 10-es mezőnyben jelen van a legolcsóbb és a legdrágább sör is, amit kóstoltunk ebben a 35 sörben. Ugye a legolcsóbb sörként 175 forinttal az Aranyszarvas felért és beért a döntőbe. A legdrágább sör pedig elkerülte a kiesést, megmenekült a tyúkszaros életem ugye azután a csúfondáros selejtező után, de bejutott, a lényeg az, hogy bejutott, és az elődöntőben nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtva a Csíki Sör, itt van 320 forintos árával, úgyhogy az első kettő ugye a legolcsóbb és a legdrágább. Nézzük, magyar sörök, import sörök, 3 darab import sörünk van, tehát amit nem Magyarországon gyártanak ebből a 10-ből, Zlatibazsánt, Pilsner Urquell és a Csíki Sör. Igen, tehát ők az importok, ugye a Csíki Sört a Székelyföldön gyártják. 5 darab magyar sörünk van, ha a Csíkit is ide akarjuk számolni, Székely magyar, akkor 5,5, de szóval 5 magyar sörünk van, ez ugye a Szalon, a Pécsi Premium Lager, Pécsi Premium Pils, a Dréher és az Aranyszarvas. Tehát lényegében a fele az magyar sör, és én ezen nagyon meg is lepődtem. Ne felejtsük meg, hogy ebből ugye 4 a és sör. Igen, és ne felejtsük el, hogy ebből az 5 magyarból 4-et a pécsi sörfőzde gyárt. Erős a mezőny, nehéz dönteni, a Kozert és a Gösszert várom mindenképpen hátrébb, Szalon szintén, bár az már inkább a középmezőnyt fogja szerintem nyaldosni, ahogyan valószínűleg a Csíki és a Zlatibazsánd is, aminek megtanultam a nevét így a sörkóstolók végére, helyesen kimondani. Az élen pedig óriási pogó közepette, szinte házon belül a pécsi sörfőzde termékei. Meg egy kicsit beleszól a Dréher, és persze a Pilsnert se hagyjuk ki, tehát nem tudnék olyat mondani, hogy papírforma, nekem ez majd teljesen homályos ebből a szempontból. Annyit tudok mondani tipre, hogy valószínűleg valamelyik pécsi termék fog győzni, de ennél konkrétabbat nem tudok. Melyik az a sör, amelyik a legjobban hiányzik neked innen a döntőről? Amit mondjuk sajnálsz, hogy nincs itt. Egyet elég mondani. Így, hogy most már ennyire megismertem az üvegesztellát, ő mindenképpen, illetve a Becks. Ez a kettő biztosan hiányzik. És persze van az a néhány meglepetés, amiről azt gondoltam, hogy itt lesz a döntőben, mint például a Star of Ramen. Az a néhány, az az egy, amit most megneveztem. Laci? Hát én azt gondolom, hogy inkább a nyerteseket mondanám előre. Szerintem a Pécsi Premium két testvér lesz ahhoz, hogy a nyerő. Én azt gondolom, hogy ezek elég jók voltak ahhoz képest, hogy új, tök jó. Talán a Csíkit gondolnám egy ilyen harmadik helynek, de már itt igazából nehéz eldönteni. Utána gondolnám a Kozelt, Aranyszarvast így a középmezőnybe. Szóval nagyjából a többit meg már a hátul gondolnám, de hát úgy látjuk igazából, mert ez nehéz kérdés, hogy melyik lesz az első. Van-e olyan sör, amit így hiányolnál így a döntőről, amit így szerettél volna kóstolni, vagy... Hát nem is tudom. Vagy amint csodálkozó, hogy nincs itt. Hát én azt gondolom, hogy jó ez a sorrend alapból. Talán jó ez a sorrend. Tehát nem hiányolsz innen senkit. Hát annyira nem. Talán úgymond a helynekemben csalódtam, mert sokáig helyneket ittam, de aztán ez számomra kiderült, hogy a helynekennél ezerszer jobb sörök is vannak. Nem na, kevés. És visszagondolva az elmúlt pár sörkóstolón, amin részt vettél, van esetleg olyan sör, amit így itt szerettél meg nálunk a kóstolón? Hát például ezek a pécsi prémiumok, nagyon jók. A pécsi prémium Pils, meg a Lager is, nagyon jók. Gábor?
Na hát nekem amúgy itt újdonságok lesznek, mert én a pécsiket nem kóstoltam például, se a csikit nem kóstoltam, amiket így nagyon előre soroltok. Nyilván a Gösszer, Dréhel, Kozel, Aranyfácán, én sem tudom kimondani. Szarvas. Nem mindegy. Szarvas, igazából Fácán is jó, nem azt kóstoltam. Szóval ezek valószínűleg a második felében lesznek, tehát valószínűleg én kizárásos alapon meg, amit ti mondtok, biztos jó lesz ez a pécsi sör, de én sose kóstoltam, tehát hogy nem tudom milyen lehet. Viszont azt tudom, hogy az aranyszarvas az nagyon finom volt, az meglepően, az ott voltam, és ez tényleg nagyon jó volt. Úgyhogy én ezt a top 3-ba várom, hát valószínűleg akkor ezek szerint a pécsi sörökkel egyetemben, mert ugye azért én Dréhelt szoktam inni, Gösszert is, mert ezeket ismerem, és semmi extrák ezek, tehát ezek szerintem totál átlagosan. Viszont mivel a pécsiket nem ittam, ezért valószínűleg ez egy kicsit ilyen újabb ízvilág lesz, az elmondások kaptok alapján, meg a csiki sör, azt se kóstoltam, talán még ittam egyet, de nem régebben, de így nagyon nem maradt meg, de mondom, én az aranyszarvast, az aranyszarvast azt én a top 3-ba várom. Ez a Dréher, Gösszel, Kozer, ez így tényleg valószínűleg a második felébe lesz, de aztán lehet, mivel tapasztaltuk, hogy nekem akár szöges ellentéte lehet, hogy ti ízlésed kell az én ízlésem, azért lehet, hogy nekem nem fog ízleni a pécsi és hátrakom, tehát abszolút benne. Van esetleg olyan világos sör, amit hiányolnál, amit így nem, nincsen olyan. Nem mondom. Elmúlt sörkóstolókon, amit itt voltál nálunk, találtál-e olyan sört, amit így megszerettél, vagy aranyszarvasabb? Amiről egy kimagaslóan jó volt az átlaghoz képest. Rendben. Kedves Tamás. Hát én nagyon gondba vagyok, mivel azért itt az előző fordulókban egy valami bebizonyosodott, hogy a nagyon-nagyon nagy predikciókat nem érdemes csinálni, mert a papírforma az általában mindig megborul. Ugye előző fordulók alapján, hát nem tudom, a csikisörnek, aranyszarvasnak, pilsnernek, meg kozának kéne így magas helyezésen végeznie. Remélem így lesz, kíváncsian várunk, hogy a gyakorlatban mi fog történni. Van egy sör, amit nagyon hiányolok egyébként itt a győztesek közül, az pedig a Sztárok Rámen, mert ő nálam jó helyezést is ért el egyébként a sörkóstolók során, de a többség nem így látta sajnos. Az elmúlt sörkóstolóban volt esetleg olyan sör, amit így itt ismertél meg és megszeretted? Vagy... Én is az aranyszarvas tudom kiemelni, hogy az egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt egyébként. Ugye ez az elődöntőben kóstoltam először, és nálam is jó helyen végzett, nem véletlenül. Nálam az utolsó háromban fog végezni a Kozel, a Gösszer és talán az Latibazsánt, mert nekem ők az elődöntőn nem tudtak extrát nyújtani. De azért, de egyébként jó sörök, tényleg, tehát talán föl is raktam őket fejútó helyre, tehát itt nem arról van szó, hogy nem ízlettek nekem, hanem egyszerűen nem, tehát ez az a három sör, amiben nem éreztem azt a pluszt, amivel mondjuk megnyerhetnének egy ilyen sörkóstolót. Az összes többinél éreztem olyan finom, különleges ízt, amik miatt abszolút legitimnek tartom, hogy ők itt vannak a döntőben. Az, hogy az elején mi lesz, én is a két pécsi prémiumot tudnám mondani, hogy szerintem azok jófélék, illetve a Pilsner Urquell, azt nagyon szeretem, bár van egy olyan érzésem azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy az megosztó sör lesz, tehát hogy valakinél nagyon elő lesz, valaki meg hátré fogja rakni, mert neki is azért intenzívebb, komlósabb, kesernyésebb íze van. Az aranyszarvasra és a csíkére nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e azt a bravúrt véghez vinniük, amit az elődöntő alatt tudtak. Mert egyébként ugye korábban nem gondoltuk volna, hogy ők ilyen előkelő helyről fogják várni ezt a döntőt. A szalonra is nagyon kíváncsi leszek, hogy hol fog végezni. De igazából ennyi. Tehát szerintem utolsó három az a Gösszer, Kozel, Zlati valamilyen sorrendben. Az első három meg mondjuk a két pécsi prémium és mondjuk a Pilsner. Nem maradt más hátra, mindenki mondjon egy sört, hogy szerintem ma 12 kóstoló alapján melyik sör fog nyerni. Máté. Csak egyet. Muszáj. Igen. Én most nem is kóstolok még. Egyet mondok, de nem valószínű, hogy az lesz, ez pedig a Pilsner Urquell. Ez a Pécsi Premium Pils. Pécsi Premium Pils. Hát nehéz, mert nem kóstoltam előtt a pécsiket, de most ilyen pillanatban aranyszarvast mondanék. Pilsnert mondanám. Pilsnert mondanád te is? Igen, de hogy mi lesz a gyakorlatban, azt nem kell cseszni. Ha a szívemre hallgatnék, én is a Pilsnert mondanám. Igen. De az a baj, hogy racionálisan 12-en kóstolunk, én is inkább egy pécsi prémium Pilst mondok. Azért, mert az talán népszerűbb lesz, hogy kicsivel édeskésebb. Van-e még bármi akadálya, hogy szerintem megindulja a töltögetés? A dobozokat. Annát megkérjük, hogy töltse ki a pohárba a söröket, mi pedig most eltűnünk egy kis időre.
A döntő előtti gondolatok a szokásosnál is hosszabbra nyúltak, ezért az asztalon lévő söröket gyorsan kicseréltük a hűtőben lévő hideg példányokra, hiszen ugyanez a mezőny még kétszer rendelkezésünkre állt. Egyébként ennek az epizódnak a végén nem hallgatjuk meg a kóstolók tippelését, az igazság pillanataira csak a végeredmény hirdetése előtt derül fény. Addig azonban további két, négy fős csapat fogja megítélni a döntőbe jutott nedűket, az ő véleményüket pedig a következő két adásban hallhatjátok majd. Akkor jöjjön az egyes számú pohár. Egészségetekre. De jó hideg. Ez jó, jó lesz. Ez jónak tűnik. Jó, ízlik. Nem tudom, ez Hát nehéz lesz eldönteni, már érzem. Igen. Ez nekem hibátlan. Jöjjön a kettes? Szóval. Jöjjön a kettes. Picit másabb. Hú, ezt szeretem, de ez... Ez is jóféle. Ez jó. Ez is jó, mert ezt talán, hát egy picit rosszan gondolom, hogy ez egyes, de ez is talán jobban. Nálam is, de... Nekem ez jobban ízlik. Nem tudom, de ez is nagyon jó. Ez ilyen... Nem az egyes. Ez ilyen tömegsör, amit bármennyit megiszol a stokra. Őt ugye tudod, hogy nem a tömegsör, de első A fesztivál sör, tudod. Nézzük a hármaskát. Illata nem sok. Ízre jó. Más. És más, mint egy kicsit ilyen tűzre. Ízre finom nagyon. Nehéz ez a sorrendet alkotni, mert még én sem tudom, hogy... Én nem vagyok így vele, igen? Nem kellem. Nekem más, a B-Boys. Ízre a B-Boys. Hát ez nekem nem lehet semmi extra. Ez nekem olyan, hát olyan nekem sem közepes mondjuk. Nem tudom, ez sem rossz. Nem rossz, persze, de... Jó, nem? Ja, ez is jó. Ez is jó, komolyan. A kifre az finom. Mert az ötösre. Kifre aztán a legjobb enni. Ja. Illata nem rossz. Kicsit édeskés. Jó, csak kifre. Ja. Ott van, szerintem ez is k***a jó. Ez k***a jó. Igen. Ez nagyon. Igen. Ezek ilyen ismeretlen ízek, ez tuti valami pécsi. Nézzük a hatosat. Intenzív illata van, finom, ilyen édeskés. Nem tudom, illata nekem annyira nem. Hol tartunk? Hatos? Hú, hát ez... Ez fura, ez nekem nem jön be. Nekem sem. Akkor nekem tud ízni fog. Egyedinek van valami jellegzetesség. Egyedin nem a legrosszabb, de nekem ez savanyú. Nézzük a hetest, ennek világos színe van. Ez rossz. Fura, de most nekem a hatos, egy másodjára jött tök jó. Nekem nem jön be. Minden jó az így. Nézzük hetes. Nekem a hetes nem jön be. Veszek rá, mert nem fogom már érezni. Na nézzük a 8-as. 8-as. 8-as mehet. Készség. Hú, ez se rossz amúgy. Nekem az első fertály. Hát nekem is halvat lesz. Mert a 9-as. Ez volt utána. Akkor ez volt előtt. Ez is nagyon jó. Na, egyszerű. Hát nem. Egyre jobbak egyébként. És még a 10-es még nem is kóstoltuk. Jött a 10-eske? Na, nézzük. Ez is erőteljes. Hú, ez jó, basszus. Jóféle. Nekem a 9-es az jobban bejött mondjuk. Nekem az nem pont valamilyen nem. Ezt mire sorba rakjuk? Hát igen. Az első fejénél próbáltam még egyből sorba rakni, de második fejénél már elvesztettem a fonalat. Nekem egy olyan volt, amire így azt mondtam, hogy ez most mit. De egyébként összességében elmondható, hogy egyik sör jobb, mint a másik. Igen.
végeztünk a kóstolással, és akkor most hirdetnénk sorrendeket, amit Laci fog elkezdeni. Miért? Mert most éppen a random generátor az téged dobott ki. Az utolsó helyzetet nálam a 6-os számú játékos érte el. Bár igazából ezen tudtam dönteni, mert mindegyik jó volt. Tényleg azt tudom elmondani, hogy mindegyik nagyon, nagyon király volt. Nálad 10. lett a 6-os, ugye? Így van, így van. Jó. Oké. A 9. helyzetet nálam a 7-es érte el. Ebből úgy nem éreztem olyan semmi átütő extrát, mondom benne semmi extra. És a 6-os miért utolsó lett? Hát abban is úgy érzem, hogy nem volt semmi extra. Bár ez is finom, csak... Nem eléggé. Vannak a többi az elég. Igen, vannak finomabbak, az igazság, vannak finomabbak. Okay. Utána a 8. helyzet. Igen, hanyas számú pohár. Ez a 2 számú pohár nálam. Igen. Amúgy először én azt hittem erre, hogy nagyon jó, de tényleg igazából mindig nagyon jó. Csak ebbe se éreztem olyan semmi extrát, ez olyan közepesnek. Mondtam én egy virágos. Úgy innám, de úgy nem éreztem olyan semmi extrát igazából. Na nézzük a 4-est. Hát is csak többen vagyok. 7, igen, az a 7. helyzet. Igen, az a 4-es. Hát ki fog folynolni, mert megint látom. Ez innentől kezdve már én azt gondolom, hogy 4-es az nekem nagyon jó. Szóval tényleg abszolút egy jó finom sör. Igen, akkor miért nem csak az első helyre raktad? Mert a többi beri, az a helyzet, a többi beri. De tényleg csak ilyen árnyalatta, hogy nehéz van megmondani, hogy melyik a jobb. De ez is tök finom. Ezután jön nálam a 3-as. Ami lett a 6. helyen. Ami már kezdek érezni ilyen fűszerességet jobban egy kicsit, mint a többiben valahogy. Utána jött nálam a 9-es. A hanyadik helyen. Az 5. helyen. Mi van? Az élet 5., mert amúgy ez tök finom, de valahogy érzek benne egy kicsit ilyen fura ilyen utóízt. Nem is tudom megmagyarázni, mit. Nem is tudom, olyan fémes ezzel van. Segítek! Tán egy kis komlót? Nem tudom, neked sok benne egy kicsit. Jó, oké. Fura egy kicsit. Túl világos, nem? Túl világos. Nekem egy 5. helyet ért. 9-es. Meg a 10-es volt a 4. helyen nekem. Ez jó, ebben érzek úgy íztem minden, és valahogy ezt is fogtam meg így elsőre, és ezt kezdtem el inni, mint az állat. Nem tudom miért, de ez egy jól eső sör. Tényleg egy abszolút finom is jól eső, de ennél azért voltak sokkal jobbak és fűszeresebbek, tökre jobb ilyen ízvilágúak, de ez is tökre jó. A 3. lett a 8-as. Ez igen, ez jó. Ez igen, ez jó. Hogy adok előre, ez egyre jobbak csak. Ja, nekem is ezt fülöttem. Ja, azért, mert Oliver kiöntött és áttöltöttem tényleg. Utána a 2. helyen van nekem az 1-es. Ebben valahogy éreztem ilyen extra ízt, nem is tudom megmagyarázni mit. Ez is tök jó ilyen fűszeresen minden, jó illata. Abszolút ilyen finom sör szerintem, úgyhogy... Ez melyik? Ez az 1-es helyet. Ja. És meglepő. De láttam, hogy a többiek nem az a törzs, de nálam valamiért az 5-ös nyert. Ez olyan, nem is tudom, finom, ilyen édeskés, de tök jó ízom. Nálam az 5-ös egy első helyet ért, és ez a legjobb, azt gondolom. Na, akkor nézzük Gábort. Nézzen, nekem az utolsó hely, 10-es szám, 10-es helyezet. Kicsit szomorú vagyok. Tehát 10-es lett az utolsó. Azért azt kell tudni, hogy én azért ezeket úgy összekötöm, ezeket a világos söröket, hogy világos sör könnyed, lehet inni folyamatosan. A búzát azért iszom, mert búza, tehát minden sörnek szerintem megvan a lényege. Most, hogy egy világos sörnek valami túl extra, nagyon finom, meg édes íze van, az nekem nem jó. Tehát, hogy valószínűleg ezért totál szembe megy az ízlésem a többiekével, és hát ez meg szerintem meg fog látszódni. Úgyhogy nekem a 10. helyre került a 10-es, 9. helyre az 1-es, nekem ez egy kicsit padlás ízű, amúgy ez nem... ez nem ízlik, tehát hogy... Fura, tehát ezek nekem nem ízlettek egyáltalán, ezek a sörök egyébként. A 8. helyre a 6-os került nekem, szerintem semmi. Tehát ez az utolsó 5 helyzet nagyon hasonló, ennek nincs padlás íze, de nem, nekem valahogy úgy nem ízlik. Nincs padlás íze. Az 5-östől kezdve, ami egyébként nekem az a 7. helyezet, kezdődik el, hogy jó, most már azért kezdünk sört iszogatni, aztán lett a 8., azt megittem el. Mert Oliver, tehát a 6. helyezet nekem a 8. lett, mert Oliver kiöntötte és átöltöttem én hozzá, tehát azért most nem tudok hinni. Az 5. helyezet nálam a 7-es lett. Ez nagyon más, mint gondolom. Hogy az nekem, tehát igen, én is azt éreztem egyébként így első körben, így ez a top 3, egyébként így a
tényleg az első négyben benne volna egyébként a top 3 nekem, és már akkor éreztem, hogy ezeknek nincs olyan extra ízük, tehát olyan kis könnyed, ilyen, mondhatni kicsit ízetlen egyébként, de valahogy mégis az, amit így világos sörként így megyek, mert egy világos sört mikor iszik az ember, bemegy, nyár van, meleg van, na, adj egy izét, és akkor megiszom, és tök jó. Na, nézzük, hogy a negyedik helyre nálad mi. Nálam a 9-es, 9-es férbe. Na, ez közel volt. Az nagyjából. Ez ilyen, hát most hogy mondjam, ez ilyen kocsma világos sört. Kocsma világos sört! Teljesen jó. Bemész, kérek egy világos sört, mit ajánlasz, ezt tessék, köszi, jó, kész, jó. Jó, ez már megiszomatom. A harmadik helyezet az a hármas volt. Igen, azért mondom, hogy valószínűleg itt ilyen totál fordított lesz a középmezőn, lehet hasonló. Igen, az elején meg a vége. Igen, viszonylag hasonló, amit az azért annyit elmondanék, hogy... Hát nem mondom, a hármas, én is kb. A hatodik helyezettel. Ja. A hármas az a... akár lehetne első is, tehát az első három között nekem amúgy nagyon minimális különbség volt. Mert az, hogy iszom, és olyan tök jó, nincs se extra fűszeres íze, se extra édes íze, de nem is padlás ízű, se mosogatószer ízű, tehát olyan, ami ilyen világos sörnek szerintem kell lenni. A második, az a kettes számú volt. Kettes? Tehát ennek az első háromnak nekem amúgy totál hasonló az íze, és valószínűleg nálatok is amúgy, hogyha majd megnézzük egyébként, hogy a egymáshoz képest. Tehát ugye egymáshoz képest hol van. Na, és nektek, nézd meg, itt van 2-3-4, nektek is, csak nektek a végén lesz. Igen. Tehát ebből látszik az, hogy a hasonló ízű sörök ugye egymás mellett vannak. Igen. Tehát, hogy azért az ízeket kiérezzük, csak más referálunk, igen. Ennyi. Igen. Tehát, hogy az ízek azok hasonló. A négyes lett nekem az első helyezett, tökéletes. Tökéletes. Tehát kérek egy világos sört, ezt kapom, és köszönöm szépen, nem kérek más. Tényleg jó amúgy. De ez ízre is ez nyert nálad? Hát igen, mert nekem ez a világos sör, hogy bemegyek, és nem kell nekem fűszeres íz, nem kell nekem édes íz, sima, egyszerű, világos sör. Kérdés, mondd ennyi, és ez tökéletes. No, na, hát, Tamás. Hát igen, szerintem az én sorrendem is merőben elfogtél a tiédtől, de hát ezért szép ez a verseny. Igen. Különböző vélemények ütközhetnek egymással. Nekem az utolsó helyen végzett a kettes. Igazándiból, tehát én nagyon-nagyon nagy bajba voltam, mert az összes, tehát mindegyik sör jó volt, kivéve ezt egyébként, tehát ezt könnyű volt ugye az utolsó helyre rakni, mert ez volt az, amit úgy nem szívesen ittam volna többet, mint amennyit kellett. Ezt követi a hármas, a kilencedik helyen, és akkor itt egy kicsit gondba voltam, mert hogy itt volt egy, nem tudom, egy 3-4 sör, ami ilyen kicsit ilyen semlegesebb ízű volt, és itt igazándiból nem tudnám megindokolni, hogy mit miért raktam, így postolgattam, és akkor ugye a szubjektív, nem tudom, érzéseim alapján próbáltam besorrendezni őket. Így aztán ugye a 8. a 4-es lett, követi 7. helyen az 1-es, majd a 6. helyen a 7-es, és akkor innentől kezd el megint ugye érdekesebb lenni a dolog. Ugye itt kezdtek megjelenni ezek az édesebb jellegű sorok, ugye sörök, így három darab volt ebből. Sor, igen. És így ugye az 5. helyen a 9-es végzett, 4. helyen végzett a 6-os, ez is még egy ilyen édes késebb sör volt, és akkor innentől kezdve jönnek ugye az intenzívebbek. Mit mondtam, 4. 6-os, 3. 5-ös, ami szintén egy édesebb, az 5-ös, igen, ami szintén egy édesebb víz, igen, és akkor a 3. helyen nem. Második helyen. Igen, rosszul írtam fel az izét a sorrendben. Na, második helyen rossz végzett a... Igen, a 8-as, és ugye igen. A győztes a 10-es lett. És hú, ugye, és akkor mind a kettő izé, az azért tetszett, mert hogy intenzív. Tehát nálad azért lett első a 10-es, mert intenzív, nálad meg azért lett utolsó a 10-es, mert intenzív. Igen. Ez hasonlít a izéhez. Haladjunk is tovább Oliver felé. Hát akkor eltolom én is az én eredményemet, mert azért már én is kezdem érezni, és azért nekem még itt sok tisztem van még ma. 10. az utolsó helyen végzett a 7-es számú sör. Nálam abszolút ez lett az utolsó, nem íz lett, nem rossz sör, de nekem ez kevés. Nekem ez nem volt döntő szint. Egyszerűen kevés, kicsit vízezett is,
nem is igazán tetszik az utóíze, nincs is intenzív íze, úgyhogy én ezt nem tudtam előrébb rakni, utolsó lett, de nem annyira vészes egyébként, tehát ezt hozzáteszem, hogy nem ihatatlan szar, de nem. Tehát ez itt ma abszolút tizedik. 9. helyezett lett nálam a 2-es számú pohár, és erre már azt tudom mondani, hogy ez nem rossz sör, és hogy igazából itt lenne a helye a döntőbe ugyanúgy, de viszont a döntőből ez a 9. helyre elég. Tehát jó helyen van, de hátul. Ennyit tudok a 2-es számú sörre elmondani. 8. helyezett lett nálam a 4-es számú pohár, és az abban található sör. Finom, könnyed, van is egy kis utóíze, nem rossz, abszolút nem rossz. De erre volt elég. Próbáljuk meg. Igen. Úgyhogy tehát nem érzek benne különösebb ízt. Zseniális. 7. helyezett lett nálam a 3-as számú pohár. Kicsivel finomabb, ilyen gyümölcsösebb ízvilága van. Akkor nem raktam volna előre. Nekem határozottan bejön, viszont egy kicsit ízetlenebb, mint az elődei, kicsit könnyedebb sör. Ez olyan kis finom sör, nem extra, tényleg nem annyira karakteres. De kellemes utóíze van, és akkor most jönne a 6. helyezett, ami nálam a 6-os számú pohár lett, és meg is mondom, hogy miért, azért, mert ez nekem egy kicsit savanyú. Nagyon-nagyon intenzív íze van, látszik, hogy van benne anyag, tele van pakolva, de nekem ez egy kicsit savanykás lett. Hát nekem is ezért raktam a végére. Tehát nincs rossz íze, de igen, de hogy van egy kis savanykás utóíze, valakinél ez biztos, hogy be fog jönni, biztos vagyok benne, talán már ma is volt ilyen, aki előre rakta, tehát lesz ilyen, aki előre teszi, de nekem ez a savanykás íz, ez annyira nem jött be, viszont ahhoz meg tényleg volt benne anyag, meg volt benne cucc, hogy egy csomó sört még meg tudott előzni még így is, hogy nem az igazából az én íz preferenciám ez. És ugyanígy járt 5. helyen a 10-es számú pohár, ami szerintem a legsötétebb sör az összes között. A legtöbb anyag talán ebbe van, vagy legalábbis itt színe és ízre is nagyon-nagyon durván túl vannak benne tolva a dolgok. És azért lett nálam 5., mert ez nálam már egy kicsit túl van tolva, túl van erőltetve egy kicsit. Hát túl jó. Most nagyjából igen. Túl jó. Ezért volt nagyjából 4. Szóval nem. Hasonló. Nem, hanem hogy nagyon-nagyon intenzív, nagyon erőteljes. Több benne az édeskésebb, savanykásabb íz, és kevés benne a komló keserű, és én a komlót hiányolom ebből. Tehát, hogy nem baj az, hogy bele van tolva egy csomó cusz, de basszus, egy kis komlót is azért még tolhattak volna hozzá. Tehát nálam egy kicsit így a balansz az így felborult nagyon, így inkább így a maláta meg az édeskésebb, savanykásabb irányba, és nekem ezért ez lecsúszott az 5. helyre, el is érkeztünk a 4. helyre, ami nálam az 1-es számú pohár lett. Erre mondanám azt, hogy semmi extra, viszont nagyon finom. Egy nagyon-nagyon kellemes utóíz, nem egy extra, tehát nem egy olyan nagyon durva sör, ami ilyen nagyon markáns lenne, nagyon intenzív, hanem ez talán inkább a könnyedebb fajták közé sorolnám, viszont nagyon finom íze van. Itt húznék egy hatalmas határt nálam, az első 3 sör az nagyon durván elhúzott a mezőnytől, tehát az a 3 tényleg olyan, hogy az minden körülmények között, az a söröknek a királyai. A dobogó legalsó fokára az 5-ös számú pohár állhat föl, az 5-ös számú sör. Az tök jó, az nekem is kb. 5. De szabadon fogunk most már. Finom, édeskés, kellemes utóíz. Hosszabb. Abszolút perfekt. Mondanám azt, hogy nagy csata volt az első 2 hely között, de sajnos hazudnék, ha ezt mondanám, mert nálam a 2. és a 3. hely között volt nagy csata. Tehát a 8-as számú lett a 2., és nagyon sokáig vetekedett az 5-ös számú, hogy melyik lépjen föl a dobogó 2. fokára. Ebből a 8-as került ki jobban, a versenyből meg ugye értelemszerűen a 9-es került ki a legjobban. Szóval a 8-asról annyit tudnék elmondani, nagyon finom, kellemes, édeskés, ne úgy télem, isteni finom. Ha egy kicsivel édeskésebb sört akarnék, akkor ezt venném. Ha pedig keserű, komlós sört akarok inni, ami a kedvencem, akkor az pedig a 9-es lesz. Ez volt tehát a döntő első csapatának véleménye a mezőnyről. Egyet nem értésben most sem volt hiány, de hogyan vélekedik majd a többi kóstoló? Megosztó vagy egyöntetű végeredmény születik? Minden kiderül a következő 2 adásból. Tartsatok velünk, innen folytatjuk!